Egy kutatófurás létesítése, vagy a furásnak a mélyítése hosszú munkafázisok előzik meg. Egy sor feltételnek kell ahhoz eleget tenni, hogy nagy valószínűséggel mondhassuk azt, hogy itt reményünk van valamilyen szénhidrogént találni. Ez ugye itt ezen a területen megtörtént. Ezt részben ugye a korábbi ismereteink, illetve a területen ismert, régebben már megkutatott kisebb-nagyobb mezők, kőolaj és földgáz telepek is indokolják. A leglátványosabb az egészben, ugye a funyó, ami messziről látszik, az a fúrótorony, ami jelenleg ugye a kutból kiépített fúrócsövek elhelyezésére vagy kirakására szolgál. Tehát a furás maga úgy történik, ugyanúgy, mint a falfúró eszközzel. Van a végén egy fúró, ennek a fúró szerszámoknak, fúró csöveknek, ezt a fúró csöveket felszínről forgatjuk, és mind mélyebbre építjük. A furás közben a fúró csöveken keresztül egy öblítő folyadékot, öblítő iszapot áramoltatunk, amely ugye részben a felaprított kőzettörmeléket felszínre hozza. Ezt a terepi geológusnak ugye tulajdonképpen ez a napi munkája, hogy ezeket a kőzet törmelékeket vizsgálva következtet arra, hogy milyen rétegekben haladunk, szénhidrogén nyommal találkozunk-e vagy sem. A legtöbb ember, ha a geológus szót meghallja, akkor úgy gondolja, hogy hát nem tudom, egy ilyen hátizsákos ember a hegyekben mászkál és kopácsol, de hát ugye ez nem csak ebből áll, sőt nagyon is nem csak ebből áll. Ezek a terepi viszonyok, ugye, különösen most itt télvíz idején néha ez nem egyszerű, de szerencsére nem kell mindig kint vagy itt a szabadban tartózkodni. Egy teljesen komfortos lakókonténerben lakunk, illetve dolgozunk. Tehát hetes váltásban dolgozunk, egy hétig dolgozunk, szerdától szerdáig vagyunk itt, 24 órában gyakorlatilag, ugye a kivitelezők ők napi 12 órában dolgoznak, és ugye folyamatosan váltanak 12 óránként. Maga a berendezés, a iszap kezelésre szolgáló tartásor, két darab triplex szivattyú, a egyéb kiszolgáló egység, a legénységi bódékkal, áramfejlesztő egység, mögöttünk a víztartály. Abban az esetben, hogyha a furás befejeződött, ez a berendezés elköltözik, és egy ennél kisebb kapacitású, egy lyukbefejező típusú berendezés költözik ide, amely az adott rétegvizsgálatokat elvégzi a kútba. Ha a rétegvizsgálatok befejeződtek, és érdemleges ipari készletet találunk a kútban, akkor ugye több lehetőség fennáll, vagy a kútba termelőszerelvényt építünk, és így hagyjuk itt, illetve a megrendelővel egyeztetve olyan mélybeni eszközöket helyezünk el, amelyek későbbiekben alkalmasak lesznek egy további kutmunkálatra, egy termelő szerelvény beépítésre. A munkánk szépsége a változatossága, a munka változatossága, egyrészt a környezeti változatosság, aztán ugye óriási fantáziaerőt igényel az, hogy miután nem látunk bele a kútba, az embernek a onnan jövő információkra, illetve tudására, tapasztalatára hagyatkozva kell bizonyos dolgokon túltenni magát, bizonyos dolgoknak a megoldását megtalálni. Tehát ez úgy gondolom, hogy egy olyan fajta ösztönző erő, ami a munkánknak mindenképpen a szépségét jelenti, de ugyanakkor a nehézségét is.